Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk. Az egyik kedvenc ételem, és már mondhatjátok ennek a szokinak mennyi kedvence van, higgyétek el, van még jó sok, meg fogok mutatni nektek még jó párat. Vasi pecsenye. A ja, vasi pecsenye az egyetlen, egy, nem is az egyetlen, egy bocsássatok meg, az egyik olyan leges, legegyszerűbb étel, amit pár alapanyag főhasználásával odadoptok, és egy fantasmagória, egy nagyon finom pecsenye hús születik belőle, és nem is kell más, mint látjátok, paprikás liszt. Én ezt már bekevertem. Ez annyit jelent, egy 5-6 pupos kanál liszthez tesztek összesen egy evőkanál édesnemes piros paprikát. Aki szeretné, egy kicsit csípőset is nyugodtan beletehet. Nem kell több, hiszen amikor sütjük, nem szeretnénk, ha megégne, ez nagyon fontos. Tejet fogok felhasználni. És ugye ennél a receptnél működhet a tejfokhagyma pácolás, nem úgy, mint a bolyú bécsinél, ott nincsen szükség rá. itt bátran tej, tejfokhagyma, de nem sózzuk, ezt is majd külön elmondom. Fekete bors, só, a foghagymát említettem az előbb, a gyönyörű szép hús, és én mindenféleképpen sejt és zsírba szoktam ezt kisütni. Na most, aki úgy gondolja, és a kedvence esetleg bátran olajba is ezt megteheti. Mutatom nektek a húst, és szándékosan én csontosan vásárolom ezt meg, sok esetben karajnál, taljánál, hiszen a csontot használom, pontosabban a húsos csontot húslevesbe, hát nem is kell mondanom, ízolgiák keletkeznek, és én nagyon szívesen ezeket a húsokat összegyűjtöm be a méhűtőbe, és amikor jön egy nagyon vendégség, akkor na, főzünk egy ilyen nagyon kemény húsleves, sok-sok húsos csonta, tehát én azt javaslom, de ti döntitek el, hogy vásároljátok. Aki simán csontozva szeletbe veszi meg, semmi gond az égvilágon. Mutatom a kedvenc részemet, hát láthatjátok a talját, magát csontos talja, és ugye, itt megemelem egy picit, itt kezdődik igazából a talja, és itt van vége a hosszú karajnak. Na most ez a része, az első három szelet innen a legfantasztikusabb, a legfinomabb. Nyilván ez a része is teljesen jó a tarjának, de ez a legszaftosabb, puhább, tehát ahol a hosszú karaj befejeződik, és jön maga a tarja rész. Azonnal elkezdjük, nagyon gyorsan megmutatom nektek, kicsontozom, pár perc, és folytatjuk tovább a receptet. Nagyon gyorsan kicsontozzuk a talját, és higgyétek el, ez se egy nagy technológia, nagyon gyorsan meg lehet csinálni. Ugye itt is, mint minden csontozásnál, főleg az ilyen sertés húsoknál, de a majhánál, bolyúnál is életbe lép, hogy mindenképpen a csontra vágjatok el, és ugye mindenképpen a leges legfontosabb dolog, hogy a kezetekre vigyázzatok. Látni a húsnak lényegében a szerkezetét, a felépítését, és azt is látni innen hátul, hogy merre helyezkedik a csont. Tehát roppant egyszerű dolgotok van, egyszerűen megfogjátok a kést, és nagyon óvatosan, mindig a csontra egy picit rávágva, és említettem nektek, ez a húslevesbe is bele fog kerülni ez a csont, tehát nyugodtan, egy nagyon pici, ha rajta marad hús, akkor semmi gond az égvilágon. Látjátok, precízen, és nem kell evel sietni egyáltalán, elkezditek lebontani a csontot, és úgy szintén, mint a karajnál, majd lesz egy nagyon pici ugrás, egyszerűen itt le kell vágni, és már szinte meg is vagyunk a kicsontozással. Ennyi az egész, nézzétek meg, itt megtehetném azt, hogy kivágom a boldaközi részeket, nem teszem, ez most így fog bekerülni a méhűtőbe, és húslevesnek így lesz eltéve. Na innentől kezdve többféle dolgot meg lehet csinálni, el lehet kezdeni tisztítani a húst, mint látjátok, van többféle zsírréteg rajta. Itt ez megint szabadon választott, tehát ezt leszedhetitek, rajta hagyhatjátok. Én esetleg az ilyen keményebb zsírréteget itt oldalról lebontom, és úgy szintén, vagy elmegy a húslevesbe, vagy egyszerűen föl lehet használni, le lehet darálni. Itt megint rátok van bízva ez a dolog, vagy éppen ezt a kis zsíros részt még lebontva, többet nem, megkaptuk a gyönyörű szép tarját. El is kezdhetjük főszeletelni a talját, Ide hoztam egy szeletelőkést. Egy nagyobb kés, nyilván ne a csontozóval vágjunk, sokkal veszélyesebb a szeletelés vele. Látjátok, megkaptuk a tarját, és ugye itt a hosszú karaj rész, amit említettem. Tehát innen, ha tovább gondoljátok, jön a hosszú karaj, itt a tarja rész. És ez a két, három vagy négy szelet éppen, milyen vastagra vágjátok, említettem, ez a legfinomabb. De ezt még, aki egy kicsit élt a húsokhoz, az meg is látja, mondjuk egy akármelyik áruházban be van csomagolva egy talja, akkor lehet is látni, hogy melyik ezek a legszaftosabb részek. Egyszerűen megfogom, és mint látjátok, és mutatom is, és kicsit olyan érzésetek van, mint a karaj. Tehát, mint a karajt látnátok, de lényegében ez még egy karaj szelet. Szépen egy jó újnis szeletekbe elkezdem főszeletelni. Na nézzétek meg, ez a én kedvenc, mondjuk ez a két szelet, hogy maximum még egy belefér, ez a kedvenc hús részem, tehát ez a legszaftosabb, a legpuhább, és ezeket kell a legkevesebb ideig pácolni. Na szépen félretesszük, és elkezdem folyamatában ezt már főszeletelni. Nézzétek meg, nagyon szép világos a hús. Tehát nagyon könnyen fogunk vele dolgozni, annyi lesz a történet, kétféle megoldás lehet, hogy vagy egyszerűen így hagyjátok, kézzel egy kicsit megnyomjátok, vagy nylon között egy nagyon picit megütitek, de tényleg nagyon picit, ezt az ételt nem szabad szétverni, mint sok ételnél mondom, legyen tartása a húsnak, és így lesz nagyon-nagyon kellemesen szaftos az. És is a húsokat, nézzétek meg, és mutatom nektek az általános méretet, amit egy taljánál én meg szoktam hagyni. Ez körülbelül, nézzétek meg, ez a 3-3,5 mm, ennél én úgy gondolom nem kell jobban kivelni, és szándékosan megváltalak benneteket egy ilyen kis a kedvenc részemnél, ahogy szoktam volt mondani, ugye ez a hosszú karaj és a talja kezdete. Na most itt nézzétek meg, ez annyira puha ez a hús, hogy még kézzel is simán nézzétek meg, ezt az állapotot el tudom érni. Na azért adunk neki egyetlen egy kis rossz gyengítést, és nézzétek meg itt ennyi. kézi csókolom, viszont látáska, készen is vagyunk az egésszel. Így el fogok járni minden hússal, minden hússzelettel. Nyilván amikor már megyünk egy kicsit tovább a talja szeleteknél, akkor lesz olyan rész, amit jobban ki lehet klopfolni, ezt érezni fogjátok. Vagy nyilván, amikor megveszitek a húst, akkor a szemetek előtt van, nejlon között mindenképpen, a deszka tiszta maradjon, és nyilván a hús szerkezete ne sérüljön meg elkezdtem összevágni a fokhagymát, ugye említettem nektek, csinálunk egy ilyen nagyon finom teljes pácot, és ez egyébként nem szükségszerű, sőt nem is kell egyetlen egy éjszaka, tehát nem kell tovább menni, mint a másik fajta talja tehát ne úgy gondolkodjatok, hogy 4-5 napos pác semmi szükségá, egyetlen egy éjszaka és egy tökéletes állapotot fogtok kapni, egy tökéletes végrendmény. Belehalmozom a fokhagymát, egyszerűen rá fogom önteni a tejet, és már el is kezdjük rápakolni a húsokat, annyit mindenképpen tegyetek meg, ami nagyon fontos, hogy ezt a tálat, tányért, vagy bármivel is tároljátok majd, mindenképpen fóliázátok le. Megfogom egyenként, semmi attrakció, beleerreztem a taljákat, egy nagyon picit elhelyezem őket, és lényegében az is fontos, lehet, hogy hozok rá még egy nagyon pici tejet, hogy mindenképpen tehát álljon a tejbe, és a húsnak a nagy része mondjuk nehogy kilógjon belőle. Tökéletes, ennyi az egész, és nincs más hátra, mint egy holnapi találkozó, én viszem a hűtőbe, kellemesen lefóliázom, és holnap már egyből süthetünk természetesen ott is van egy-két manőver még, de megmutatok nektek mindent. Szavaztok ismét, eltelt egy éjszaka, és én azt mondom, minden esetben érdemes ezt az egy éjszakát kihúzni, hiszen nagyon kellemesen ebbe a fokhagymás tejbe puhul, pácolódik, átérlelődik a hús, tehát, és akinek esetleg nincs ideje, mindenképpen azt a 4-5 órát azért tegye meg, higgyétek el, mindenképpen megéri, tehát 4-5 óra is elég, ha olyan nagy a szükség, tehát nincs időtök rá, vagy éppen úgy tervezitek, hogy hoppá, most jutott eszembe, most készítem el holnapra, de már nincs ennyi idő, tehát 4-5 óra tökéletes. Mint látjátok, megpucoltunk jó ezt fokhagymát, hiszen ez egy vasi pecsenye akár egy jó cigánypecsenye, szükség van a jó fokhagymás vizekre, és ugye én most itt nem is számoltam, de megszámolom, majd nem emlékszem tegnap mennyi volt, azt hiszem egy kilenc szép szeletet hoztunk ki, vagy tizet nem is tudom, tehát a lényeg, jó sok fokhagyma, én úgy szoktam elkészíteni, és mint látjátok, van ez a jó pofak is mozsajunk, belehalmoztam egy két evőkanálnyi sót, Adalékmentes sóval dolgozom, én nagyon szeretem, ez az erdélyi só. Meg vannak pucolva geresz fokhagymák, egyszerűen megfogom, és aprónként így bele és utána jön a mozsárnak a lényege, hogy ilyen nagyon, de hát ezt sok receptben láthattátok már, egy nagyon kellemes krémet, egy három perc alatt össze fogok hozni. Na most, akinek nincs kedve hozzá, vagy éppen nincsen mozsara, az nyilván fog egy kést, és jó apróra, ilyen krémszerűre összevágja a foghagymát, és úgy fogja bedörzsölni. Ugye én már itt mentesülök az alól, hogy nem kell külön megsóznom a húst, hanem bevel a kellemes sós foghagymás péppel ezt meg fogom tenni. el is készült a fokhagymakrém, amit azonnal meg is mutatok nektek. Nézzétek meg, ide hoztam egy kanal, csak hogy lássátok, ezt egy nagyon picit is leszedem, és szó szerint egy olyan fantasztikus, nézzétek meg, olyan fantasztikus, krémes állagot értünk el, akár mint egy vaj, vagy akár mint egy sajtkrém, gyönyörű szépen kenhető, két és fél perc munkája van benne, összesen tekintsétek meg, tehát én azt ajánlom nektek, hogy ha van mozsár otthon, egy ilyen fokhagyma krémet pillanatok alatt el tudtok készíteni, és fel tudtok használni akármilyen finom sült húsoz. Nincs más hátra, itt a fekete bors lényegében be fogom kenni a húsokat fokhagyma krémmel, meg fogjuk borsozni, egy picit természetesen előtte le kell csöpögtetni a húst, mehet a paprikás lisbe, kezit csókolom, viszont láttojás, jöhet a sütés. És kezdhetjük bekenni a húsokat fokhagymakrémmel, és utána egy nagyon pici borszórás kerül rá, ezt lehet, hogy meg se kéne mutatnom, na de hát nem maradjatok ki semmiből. Egyszerűen két ujjas technológia, tiszta kéz, megfogom, és itt ebbe a pillanatba már nagyon szépen el is kezdem bedörzsölni a húsokat, mindkét oldal, ez a fokhagyma kém, amit készítettem, ez el is fog fogyni. Ennyi az egész, megtörlöm a kezemet, csak hogy ezt is megmutassam, és pár pillanat alatt rátöröm a borsot, itt használhattok bármelyikféle bors típust, amit említettem, ennyi az egész, egy fordítás, és így mindegyik hússal el is fogok járni. Szedjük a legjobb részét a receptnek. Mondjuk én minden részét szeretem, én szeretem az előkészítést is. Na de hát itt van a sütés, és majdnem a legjobb rész, hiszen amikor megesszük, az lesz a legizgalmasabb. Főleg aki még nem evett egy ilyen nagyon finom pecsenyét, annak mindenképpen javaslom. Paprikás liszt előkészítve, só, bors, ugye rajta van a nagyon kellemes fokhagymakrém, ami tartalmazza a sót is, nincs más hátra, egyszerűen be kell csak liszteznünk a paprikás liszbe és leengedni a zsíradékba. ugye említettem nektek, zsírba sütünk tehát de akinek van kedve nyugodtan olajba is megteheti ezt körülbelül oldalanként per kb. olyan 3 és fél percet fogom sütni a húsokat és nagyon fontos mivel paprikás lisztbe sütünk ne égjen meg, tehát ne legyen az a tűzforró olaj higgyétek el, nagyon kellemetlen, amikor odaég ennek a húsnak a széle, az oldala, vagy éppen a teteje alja. Tehát óvatjával nagyon finoman nézzétek, meg elhelyezem a húsokat, és majd megmutatom nektek azt is, amikor megfordítjuk, szépen, lassan, lánzánk, finoman, óvatosan sütjük, és érdemes menet közben egy picit, mint sok sült húsnál elmondtam, mozgatni a húsokat, ne egy helyzetbe hagyjuk, jövünk, amikor fordítunk eltelt körülbelül az első három perc, meg is lehet fordítani a húsokat. Nézzétek meg, csodálatos a szín, csodálatos az illat, ti nem érzitek sajnos, én érzem. A másik oldal is körülbelül egy három, három és fél perc. El is készültünk a hússal, megsült a másik oldala is, nézzétek meg, egy picit megfordítjuk, megmutatjuk, fantasztikus, nézzétek meg, gyönyörű szép, tűzpiros, és ugye nagyon fontos, ha jól sütitek a húst, akkor ez a lisztes réteg nem fog lejönni róla. Tehát ha nagyon langyos olajba teszitek bele, az se jó, mert akkor lemázgálódik róla, lejön róla ez a kellemes paprikás lisztes réteg. Ennyi volt az egész, ide hoztam egy tányért, belehelyezzük óvatjával, és természetesen elkezdem kisütni a következő szériát, amit ismételten be fogok lisztezni. Egyébként ezt a lisztet egy nagyon picit nyilván le lehet rázni, ne kerüljön sok bele, és már zuty mehet is vele tökéletes. Hát én úgy gondolom, hogy tényleg egy fantasztikus étel, az egyik nagyon nagy kedvencem, tehát mindenképpen ajánlom ennek a kipróbálását. Ebben a pillanatban meg vagyunk a második szériával is, elzárom a tűzhelyet, kilapátoljuk, nézzétek meg, hát nem kell mit mondanom, csodálatos a hús, azonnal jövünk, a másik DJ pulton sül a burgonya, és tálalunk. Is készültünk, mutatjuk nektek a konkrét végeredményt, ami nem utolsó sorban fantasztikus illatokkal rendelkezik, fantasztikus ízekkel, ha majd megkóstoljátok. Ugye, aki szereti az ilyen konkrétan intenzív, enyhén, zsíros fokhagymás husokat, hát annak ez lesz a Kánaán. Aki eddig nem próbált ezt a vasi pecsenyét mindenképpen azt mondom, és láttátok alapanyag szinten szinte semmi előkészület, szinte semmi, és nem is kell, hogy csontozzatok akár karajt, akár talját, hiszen szeretelve meg tudjátok venni ezt az üzletekbe, és otthon kényelmesen egy nagyon picit láttátok nejlon között, meklofolva, fokhagymás tejbe beáztatva, egy nagyon kellemes fokhagymakrémet készítve, és azzal bedörzsölve, és csak az utolsó pillanatban láttátok, megborsoztuk, bekentük, megsütöttük a zsíradéka, figyeljetek oda, ne legyen túl forró. oldalanként 3-3 és fél perc, mondjuk ez attól is függ, ha mondjuk egy ilyen vastag szeletet vágtok, akkor lehet 5 perc is oldalanként a sütési idő, vagy ha éppen ekkorára, ilyen milisre, amit nem javaslok, kiklofoljátok, akkor meg hamarabb meg fog sülni, de én azt mondom nektek, ez a méretezés, úgyhogy egy nagyon kellemes, szaftos tartalmat kapjatok, ez profi, tökéletes hozzá. Látjátok egy kis kovi uborka, ezt is meg tudjátok nézni. Kovászos ubalka, van az elkészített változatok között a kumplis és a kenyeres, mindkettő tökéletes, ezt sokszor már elmondtam, és bármelyiket tudjátok választani, hiszen mind a kettő pompás. Megfogtam egy kicsi szosziét, látjátok, és a maradék sült zsírt, fokhagymás idekészítettem, ide készítettem, akinek van kedve, egy nagyon picit rá tud még locsolni, fantazmagória, higgyétek el, és nagy szeretettel ajánljuk. Lassan el is búcsúzunk, én úgy gondolom egy roppant egyszerű receptet mutattam meg, ami akár hétvégén, vagy éppen akár a hétköznapokban egy ilyen étel lesz az asztalotokon. Szevasztok, jó egészséget!